Berepett a kocsi szélvédője, amivel a családfőt gázolt el a saját felesége, miután a közös lányuk nyakon szúrta a férfit. A rendőrök készítették ezeket a felvételeket 2018-ban Bölcskén. Anya és lánya együtt próbálták megölni az édesapát. A férfi külön élt tőlük, ők azt mondták neki, békülni akarnak, ezért áthívták magukhoz. Ekkor viszont a lány egy késsel nyakon szúrta, majd rovarirtót fújt az édesapja szemébe, a felesége pedig gumikalapáccsal ütötte a menekülő áldozatot, aki kijutott a házból, de a lánya végig rohant utána, végül a férfit felesége gázolt el a saját autójukkal. A brutális támadás miatt indult büntetőperben kedden szakértőket hallgatott meg a bíróság. Az elmeszakértő az elsőrendű vádlott tanyáról azt mondta, személyiség zavarjegyeit mutatja. Mások mellett könnyen befolyásolható. Ennek ellenére az elkövetéskor tudatában volt annak, mit tesznek, hogy szándékosan meg akarják ölni a családfőt, ezért nem zárható ki a büntethetősége. Sem a vizsgálat idején, sem a terhérő cselekmény idején nem szenvedett ő beszámítási képességet érintő, vagy azt kizáró kóros elmeállapotban. A szakértő szerint a lány is többféle súlyos elmezavarral küzd. Az emberölés következményeit ugyanakkor ő is felfogta, amikor késsel támadta saját apjára. Ezek a mentális zavarok, illetve személyiség jellemzők azonban ugyancsak nem a kóros elmeállapot szintjét elérő mentális zavarként értékelhető elmeszakértői szempontból. A lány és az anyja azzal védekeztek, hogy önvédelemből támadták meg a családfőt. Az ügyész szerint viszont a tények nem ezt igazolják. Mások mellett ennek az is ellentmond, hogy a már menekülő férfit elütötték egy kocsival. Nem csak a sértett vallomása alapján, hanem a vádlottaknak, ha még egyszer hangsúlyozom, egymásnak és önmaguknak is ellentmondó vallomásai alapján egyszerűen nem történhetett úgy meg az esemény, ahogy ők azt előadják, nem történhetett, nem folyhatott le egy olyan szituáció, amiben védekezni kellett volna. Az egész esemény sorban a sértett volt az, akinek védekeznie kellett, ő menekült, őt üldözték. Az ügyész mindkét nőt hosszú évekre börtönbe küldeni, ezt kérte a bírótól is. Őket szabadságvesztés büntetésre ítélje, melynek végletes okozatát fegyházban állapítsa meg a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napban, a vádlottakat tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Az ügyben most nem született ítélet, arra február 16-án délután kerül sor.